Hello! Sziasztok, kedves emberek, szakértők, meg testvérek, meg féltestvérek, meg trollok, meg szeretők, meg szerelők. Ja. Na szóval tulajdonképpen szerbusztok. Egy kérdéssel szeretnék hozzátok fordulni. Nekem már eléggé régi vágyam egy olyan kétkerekű járműnek a beszerzése, járgánynak a beszerzése, ami úgymond megbízható, nagyobb távolságot meg lehet tenni vele izzadságmentesen, nem hagyott az út szélén. Jól is néz ki, és kényelmes az ülése, valamint ugye elektromos meghajtás után csendes, és nem töri szét a sejhajomat. És már napok óta nézelődök itt jobbra-balra az interneten, és egymással teljesen ellentmondó információkat olvasok sok helyen. Ugye van az a tábor, aki meg van győződve arról, hogy az elektromos készülékek még most 2016-ban is megbízhatatlanok. Tehát, hogy nem fogadnának rá semmi pénzt, nem tennének rá semmi pénzt. Tehát magyarul elektromos, tehát magyarul robbanó motoros, kétkerekű jármű, motorkerékpár az, ami jó. Na most, oké, lehet, hogy ez így van, bár erősen kétlem, mert én 2011-es felvételeket is láttam, azok még ugye ilyen korai stádiumú kerekek, motorkerékpárok voltak, hát ilyen Yamaha, Suzuki, Honda, ilyesmi, tehát minőségibbek, és már az is használhatónak tűnt, a használója szerint is, tehát aki a tesztet készítette, most azóta eltelt több mint 5 év, és én most abból indulok ki, hogy azért elég durván fejlődik a technika. Biztos vagyok benne, hogy nem stagnált ez sem, és hosszas keresgélés után végül ezt a ZTECH ZT09A típusú elektromos robogót néztem ki, aminek ugye nagy előnye, hogy van rajta kerék, tehát magyarul összkerék meghajtásos, tehát magyarul, hogyha lemerül, akkor is annyit kell tenned, hogy tekered, tehát magyarul bicikliként is lehet használni. Na most mit akarok kihozni ebből az egészből? Tehát tulajdonképpen nekem arra kéne ez az eszköz, hogy időnként kicsit messzebb is szeretnék eljutni, anélkül, hogy buszra kellene szállni, vagy vonatra akár, vagy ilyesmi. És hogy úgy városon belül, meg a város határán valamivel túl, hogy el tudjak ezzel jutni, és vissza, anélkül, hogy a belemet kitekerném. Mert valamiért én eddig még mindig úgy jártam az összes biciklimmel, hogy vagy szétesik, vagy nyikorog, vagy rossz a fék, szóval állandóan szereltetni kellett, stb. És van egy ilyen megfogalmazódott bennem egy vágy, hogy milyen jó lenne egy olyan járgány, ahol csak felülök és úgy gurulok. És csendes, ugye a háttérben, mert a robbanómotorosnak megvan az a hátránya, hogy így mész vele. Na most én, hogyha mondjuk tegyük fel a tornapályára, kimennék Sóstóra, akkor ott azért vannak csendesebb környékek is, és ott szeretném hallani a madaraknak a csicsergését, a természet fogadjon magába, szóval nem egy ilyen motorhangot akarok hallani, hanem egy kis kellemes elektronikus búgás az, hogy lehet a háttérben, de úgy igazából én csak úgy megyek. Szóval annyira jó lenne egy ilyen motor. Na most, hát néztem elektromos bicikliket, ami nekem még akkor se kellene, hogyha fizetnének érte. Mert az ülése az olyan, hogy egy 20-30 perc használat után gyakorlatilag kék-zöld lesz a feneked tőle. Nekem valahogy soha nem volt ilyen szempontból se szerencsém. És viszont ilyen 2-3 millió forint. Tehát szerintem csak a hülye vesz olyat. Na most ez, amit én kinéztem, ez egészen barátságos áron hozzá lehet férni. Hát persze ez nyilván relatív. Sikerült félretenni egy kis pénzmagot egy ilyen eszköznek a megvásárlására. De szeretném megkérdezni tőletek azt, akinek van ebben bármi nemű tapasztalata, hogy neki mi a tapasztalata ezekkel az elektromos járgányokkal kapcsolatosan. Ugye azt is mondják egyébként, hogy 300 wattig nem számít motorkerékpárnak, tehát magyarul nem kell bukósisak, nem kell jogosítvány, semmi. Ráülsz és mész. Illetve vannak még azok is, aminek ugye a névleges teljesítménye az ilyen 250 és 350 watt közé esik. Na még ez is beletartozik egyébként az előbb említett kategóriába, tehát hogyha a rendőr megállít és igazoltat, akkor nem kell semmilyen papírt felmutatnod. A gyártónak a honlapján kell ugye mindig megnézni, hogy milyen kategóriába esik az adott járgány. Na most a pedálra visszatérve, tehát hogyha ezt közben tekered úgy finoman, úgyhogy nem izzad a hátad meg semmi, akkor állítólag sokkal messzebbre is el lehet menni egy töltéssel.
Mert ugye mindig a hatótávolság a legnagyobb gyengéje ezeknek a berendezéseknek, tehát hogyha egy ilyen 50-60 kilométert meg lehet vele tenni, az már nagyon jónak számít. De hogyha még közben tekersz is egy kicsit, akár 70-80-at is meg lehet. És gyakorlatilag a fenntartása az fillérekből megvan. Viszont az akkumulátornak az élettartama, ugye most megint kérdéses, hogy az meddig bírja. Itt a honlapon ilyen fél év garanciát olvastam valahol. Tehát mondjuk legjobb esetben, vagy legrosszabb esetben, ki tudja, hogyha fél évente cserélni is kell egy aksit, az nem tudom, hogy ez mennyibe kerül, az aksi csere. De ezzel kapcsolatban egyébként több pozitívumot olvastam, mint negatívumot, tehát lehet, hogy ha még fél évente egy új, vadi új aksit kell belevenni, még úgy is jobban kijössz, mint hogyha mondjuk egy autót használnál, és azt ugye tankolni kell, mire drága benzinnel. Meg a karbantartása is valószínűleg bonyolultabb, de még egyszer mondom, tehát nem vagyok szakértő. Viszont ez egy olyan nagyon kényelmes kis túramotornak tűnik, érted? Tehát, hogy lehet vele menni egy kicsit olyan erdősebb terepen is, kavicsosabb területen, tehát nem csak betonon, van itt a végében ugye egy kis csomagtartó rész, ezt is fel lehet hajtani, belerakni valamennyi cuccot, teleszkópos, kerék meghajt, tehát pedállal is lehet hajtani, és marha jó paraméterei vannak egyébként, tehát itt mondjuk azt írja, hogy ez 250 wattos, hát ugye az Z-Tech motorokból rengetegféle fajta van, max sebesség 30 km/h, nem is kell ennél több, mert én nem száguldozni akarok. Tehát én tulajdonképpen a jövendőbeli életem során egy olyan 15-16 kilométert tennék meg oda, meg ugyanannyit vissza, legtöbb esetben. Tehát mondjuk munkahelyre bejárni, meg ilyesmi. Nagyszülőkhöz mondjuk eljutni. Vagy, hogyha úgy döntök, hogy egy picit úgy feltérképezem a környéket, akkor is ez marha jó. Ugye max hatótávolság 50 km, hát itt nyilván fel szokták hozni azt is, hogy tiszta időben, szélmentes időben, száraz időben, optimális utas súllyal, tehát nyilván, hogyha nagyon megpakoljuk, akkor lehet, hogy csak egy 30-at bír, ki tudja. Ezért is akarok fogyni egyébként egy kicsit, de ugye a max terhelhetőség a 130 kg, én meg most 93 kg vagyok, tehát ebből, hogyha mondjuk 82-re, 83-ra lefogyok, akkor az tök jó. Tehát magyarul azt jelenti, hogy még egy utas felfér. Mert egyébként lehet, hogy ez a típus, amit most mutatok, ez nem pont olyan, de itt az Z-Tech motorokból van olyan, hogy ide is fel tud ülni ugye egy ember, és itt van egy ilyen lábtámasz mind a két oldalon. Tehát magyarul, hogyha mit tudom én, valakit el kell vinnem valahova, akkor megmondhatom azt, hogy gyere, pattanj fel mögém, és akkor megyünk. Amit a filmekben, mint a Dr. House-ban. Ugye Cameron doktornő Dr. House mögé ült, és akkor így átölelte. Szexi csajjal el tudom ezt képzelni. Na szóval, még egyszer visszatérve, tehát kinek milyen tapasztalatai vannak, írjátok meg kommentben, vagy hogyha valaki komolyabb ember is ért hozzá, akkor az inkább e-mailben írja le a tapasztalatait, hogy ő buzdít engem erre, vagy sem. Vagy inkább azt mondja, hogy az a biztos, hogyha inkább egy robbanó motorost veszel, Oszkár. De én nagyon-nagyon hajlok egyébként ebbe az irányba, tehát hogy valamilyen elektromos szerkezetet, és nekem eddig ezek az Z-Tech motorok tűnnek a legjobbnak. Ugye ebből az Z-Techből van egy 09C is, de az már 500 wattos, tehát ahhoz már biztos, hogy valami engedély kell. Végül is van jogosítványom is, tehát most ez nem annyira nagy probléma, de nem feltétlenül akarok bukósisakban menni. Na, ennyit szerettem volna csak így gyorsan septiben megkérdezni, úgyhogy aki tudja a választ, azt kérem, írja le a tapasztalatait, a véleményeit, és akár ajánlhat is ezt, azt, amazt. Meg ugye az is szempont, hogy ha valami tönkre megy benne, akkor azt milyen könnyen lehet javítatni, és az mennyibe kerül, van-e hozzá egyáltalán alkatrész, tehát hogy egy ilyen kommerszebb dolog legyen azért, hogy ne kelljen hogy nagyon négy utána járni ahhoz, hogy egyáltalán hol tudom megjavítatni, hogyha valami baja van. Na, köszönöm a figyelmet.